Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a mai vasárnap a kaposvári Donneri városrészből. A most felújított Szent Kereszt templomból jelentkezünk. Szent Kereszt ünnepe van. Kérjük Istent, hogy mi is tudjuk együtt hordozni a keresztünket, hogy mindenki, akinek csak megmutatjuk Jézus Krisztust, föl tudja fedezni, hogy vele együtt hordozzuk az ő keresztjét is. Isten velünk van a szenvedés idején. Megengedi, de mégis velünk együtt szenved. Kérjük tőle a vigasztalást mindazoknak, akik vigasztalannak érzik magukat. Imádkozzunk együtt ebben a szent misében testvéreinkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nekünk, ami Urunk, Jézus Krisztus keresztjében kell dicsekednünk. Abban van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Az váltott meg és szabadított meg minket. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Templomunk búcsúja van. Miközben hálát adunk Istennek ezért a templomért, átérezzük Jézus Krisztusnak a fájdalmát és az Atya fájdalmát, aki elveszítette gyermekét. Amikor mi is fölvesszük keresztünket, nem könnyű meglátnunk benne a dicsőséget, nem könnyű benne meglátnunk az örök életnek az ígéretét. Mégis a hitünket erősítsük, és lépjünk be együtt az ünneplő mennyei Jeruzsálembe, ahol várnak minket mindazok, akik annyira szerettek minket, és akiket mi is annyira szeretünk. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk. Könyörögjünk! Istenünk, Te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Gyermekek most kivonulnak a gyermek ige liturgiára. Mi pedig Számok könyvéből halljuk Részkígyónak a történetét. Mózes fölemeli ezt a kígyót, és mindazok, akiket ugyan megmarnak a mérges kígyók, de föltekintenek a részkígyóra, életben maradnak. Kérjük mi is, hogy amikor föltekintünk Krisztus keresztjére, mi is meggyógyuljunk bűneinkből. A Szent Leckében Pál apostol Filippiekhez írt leveléből halljuk, Jézus Krisztus kiüresítette önmagát, és ezért Isten felmagasztalta őt. A mi életünkben is fölmagasztalja Isten az ő fiát, ha hiszünk benne, s hozzáfutunk fájdalmunkban. Hallgassuk figyelemmel az írásokat. Olvasmány a Számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér,
nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, és ezek megmarták őket, úgy, hogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk az Isten ellen, és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje. Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Amen.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Az evangélium tanítása. Tegyen mindenki bocsánatát. Kedves testvérek! A mai evangélium az evangéliumoknak az evangéliuma, ahol Isten kinyilatkoztatja nekünk az ő végtelen nagy szeretetét, és ugyanakkor mégis érezzük benne, hogy ez a hatalmas nagy szeretet egyben egy nagyon-nagyon mély fájdalommal is vegyül, hiszen Isten ebben a szeretetében mindenről le kell, hogy mondjon. Teljesen oda kell adja azt, ami számára a legeslegértékesebb. És ez a szeretetnek a titka, amikor abba a szeretetbe, amelyet úgy érzünk, hogy semmi más nem tud felülmúlni, egyszer csak belekeveredik az a fájdalom, az az elválásnak a kimondhatatlan gyötrelme, amelyben érezzük azt, hogy ez valahogy nem lehet más, csak az örökké valósággal való egybeforrottsága az embernek. Mert örök életünk van. És Jézus Krisztusnak a halála egyúttal megnyitotta számunkra a mennyország kapuját. Ezt jelenti számunkra a kereszt. Ahogyan föltekintünk erre, érezzük, hogy valósággá válnak Jézusnak azok a szavai, hogy ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert Jézus Krisztus arra hív mindannyiunkat, hogy hordozzuk vele együtt az ő keresztjét, hogy egyszer majd részünk legyen az ő dicsőséges felmagasztalásában is, a feltámadásban. A kígyó a Szentírásban a bűnnek, a megkísértettségnek és a kísértésre való bűnös válasznak a szimbóluma. És akkor fogjuk csak tudni igazából fölmérni a keresztnek a nagyságát, hogyha fölismerjük azt is, hogy minket is megkísértett a világ, és hogy nekünk is szükségünk van a bűnbánatra, vagyis arra, hogy oda lépjünk Krisztus keresztje alá, és fölfedezzük azt, hogy Isten ilyen nagy szeretettel volt irántunk, hogy minden bűnünket elvette, hogy minden bűnünk föl lett szegezve a keresztre. A mai ünnepen az új keresztet nézzük. Fáj nekünk egy kicsit, hogy a régi kereszt már nincs itt a templomunkban, hiszen sok évtizeden keresztül arra tekintettünk föl, és látjuk mégis, hogy az a tény, hogy az idő vasfoga megrágta, hogy a szuvaknak a fogai teljesen szétették, ez arra késztetett minket is, hogy fölülbíráljuk az eddigi elképzeléseinket a keresztünkről is.
Sajnos még a keresztünk sem lehet mindig a miénk, amire azt gondoltuk, hogy az mindig az lesz, és ezt biztosan el tudjuk hordozni, az is néha megváltozik, néha radikálisan megváltozik. És talán sokaknak, amikor beléptek ebbe a templomba, az volt az érzése, hogy ez a templom most nagyon-nagyon megváltozott, szinte nem is hasonlít arra, ami előtte volt. Pedig ugyanaz a templom, ugyanazok a falak, csak valahogy teljesen más fényben van. A mennyei Jeruzsálemmel is ugyanígy leszünk majd. Amikor belépünk a mennyországnak a kapuján, talán hirtelen és váratlanul, ahogyan a költő mondja, átölel minket az Isten, de valami teljesen más vár majd minket a mennyei Jeruzsálemben. Egy olyan fényesség és olyan ragyogása a szeretetnek, amit itt nem tudunk elképzelni, sőt, mi pont az egésznek csak a fonákját, a másik oldalát látjuk, és azt látjuk, hogy miért van az, hogy azok, akik elmennek, azok beléphetnek ebbe a csodálatos szeretetbe, mi pedig itt maradunk egyedül, és talán úgy érezzük, hogy egy még nagyobb keresztet kell most elhordoznunk, és joggal így érezzük. Ennek az új keresztünknek a tövében ott áll Szűz Mária és János apostol. Ők ketten, akik talán a legfájdalmasabban érték meg Jézus Krisztusnak a halálát, hiszen ott voltak vele egészen az utolsó pillanatig, és arra hívnak minket is, hogy amennyire csak erőnkből telik, mi is legyünk ott szenvedő embertársainkkal, akár az utolsó pillanatig. Amikor az ő közbenjárásukat kérjük, és Szűz Máriához imádkozunk, üdvözd légy Mária, Ave Maria, akkor látjuk azt is, hogy ez a kicsiny kis imádság az életünkben mindig emlékeztet az utolsó óránkra is. Amikor úgy érezzük majd, hogy szinte egyé válunk mi is ezzel a keresztel. Talán azok, akik segítettek nekünk abban, hogy ez a kereszt ide eljusson, azok a szerzetesi közösségek, azok szintén átélik majd, amikor látják a templomunkban ezt a keresztet, hogy Jézus Krisztus összeköt minket, talán éppen a keresztünkkel, hogy egymással tudjuk hordozni a szenvedést és az életnek a nehézségeit. Hadd idézzem föl egy pillanatra őket is. Elsősorban Kinga nővére emlékezem, aki Hedvig nővérrel Magyarszéken készítette számunkra ennek a keresztnek a fa alapját a kis asztalos műhelyben. És Kinga nővér már magában hordozta a betegségnek a csíráját, talán már többet is, mikor ez készült. Rákos beteg volt, és nagyon-nagyon súlyos betegségéből nem tudták őt kigyógyítani az orvosok. Már a mennyei Jeruzsálemből tekint le reánk. Ezzel együtt a Magyarszéki Kármelnek is készített egy ilyen keresztet, melyet ők szintén időről időre kitesznek templomukban, és lerújják előtte a hódolatot. Amikor ezekre a szentéletű nővérekre emlékezünk, akkor tudhatjuk, hogy egyfajta lelki közösségben vagyunk rajtuk keresztül a Magyarszéki Mindenszentek Kármellel. És talán kis Szent Teréznek, akinek a szobrát mi is itt tiszteljük, itt a templomunkban, a közbenjárása szintén hozzájárult ehhez, hogy a kármelitáktól kaphattuk ezt a keresztet. De arról is szeretnék megemlékezni, hogy egy másik Teréz, Boldog Kalkuttai Teréz anya volt az, akinek az ünnepén itt először mutathattam be a felújítás után szentmisét.
A mennyországgal, a mennyek közösségével nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és erre emlékeznünk kell mindig. Maga a kép, amit itt látunk, pedig Franciaországból, Tezéből érkezett. Ökumenikus meghívásunkra mutat rá most ez a kereszt itt a 21. században, mert nagyon fontos, hogy fölismerjük, hogy a protestánsokkal együtt kell tisztelnünk Jézus Krisztust, az ő keresztjét, és az ő édesanyját is, Szűz Máriát. Olyan csodálatos volt hallani a minap egy református püspöktől, hogy milyen jó lenne, hogyha Szűz Mária most már nem elválasztana minket, hiszen ezek a régi teológiai viták most már lehet, hogy idejét múltak, és föl kellene ismerjük mindannyian, hogy Szűz Máriát ugyanazzal a hitvallással valljuk meg minden keresztény felekezetben, mint Isten anyját. Nem könnyű föltekintenünk a keresztre. Néha úgy tűnik, a keresztnek az árnyéka szinte betölti az életünket, ahogy itt is láthatjuk, hogy a szentélyben a keresztnek az árnyéka az betölti az egész szentélyt és ezt a templomot, és arra mutat rá, hogy nekünk itt a kereszt árnyékában kell összegyűlnünk. Vagyis azon a helyen, ahol föl tudjuk ismerni, hogy Isten a mi bűneink miatt lett keresztre szögezve. Itt a templomunkban még szeretném ráhívni a figyelmet ezekre a kicsiny kis lámpásokra is, melyből most 7 lámpás van, a halacskák, amelyek a 7 szentséget jelképezik számunkra. A keresztség, az oltári szentség, a bűnbocsánat és a bérmálás szentségét, az egyházi rend és a házasság szentségét, és végül az utolsó, talán ezt mondanám leginkább annak itt a Mária oltár előtt, a betegek kenetének a szentségét, amely képes megnyitni számunkra a mennyország kapuját. Szűz Máriának, az Emmanuel ikonjának a képe van rajta. És talán az se véletlen, hogy annak a közösségnek, ahova én is már évtizedek óta tartozhatok, és amelynek úgy is mondhatjuk, hogy a papja is vagyok az egyházmegyés papságom mellett, az Emmanuel közösségnek a szimbóluma, egy kis Emmanuel ikon Szűz Máriával van ezen a kis utolsó halacskán. Hiszen ezek a közösségek és a mi egyházközségünk együtt gyűlik össze a kereszt alatt. Somogy megyébe, Franciaországból érkeztek annak idején misszionáriusok, és most talán egyfajta új megújulás is érkezik innen, egy olyan országból, ahol már a szekularizáció, az Istentől való eltávolodás annyira hétköznapi, hogy szinte egyáltalán nem beszélnek Istenről, ahol a muszlimok emelik föl most a szavukat az Irakban kiirtott keresztényekért, és mondják, hogy ez nem folytatódhat tovább. Kérjük mi is együtt most minden emberrel, hogy szűnjön meg a háborúnak a fenyegetettsége, hogy emlékezzünk, a kereszt új életet akar hozni mindannyiunk életébe. Magát a mennyország kapuját nyitja meg számunkra. Gyűjtsön össze minket a feltámadásba vetett hit hétről hétre templomainkban. Erősítsen meg ez a kereszt, hogy ha nehéz is Krisztus után menni, ha nehéz is megtagadni önmagunkat, és nehéz felvenni a keresztet, mégis ez a mi örömforrásunk, ez a feltámadásnak a jele számunkra, amely megmutatja a mennyei Jeruzsálemet, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogadtatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett koncilius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolba, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszek a katolikus Anya Szentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Imádkozzunk, testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszthalála szolgáljon mindnyájunk üdvösségére. Hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától szent véred által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek. Kérünk téged, hallgass minket. Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszthalál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Fogadjon annyian az ő kezébe az áldozatot, emléket kísérletére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Kérünk, Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, mely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És amen.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűn fáján győztes sátánt, a kereszt fáján győzze le Urunk Jézus, a Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe,
és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Béla püspökünket. A püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinkre, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék mondva jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és megtudom az én lelkem. Krisztus testén is ujjön, őrizze meg minket az örök életre. Imádkozzunk most közösen püspöki karnak a felhívására. Az iraki és a világ más országaiban üldözött keresztényekért. Mennyei atyánk, te vagy minden élet szerzője és megtartója. Tekints le kegyesen keresztény testvéreinkre, akiket a Közel-Keleten elüldöztek otthonaikból, házaikból, és most idegen városokban, a templomok kövezetén és udvarán, a puszta földön alszanak több mint százezren. Add meg szent fiad Jézus Krisztus által, és égi édesanyánk közbenjárására, hogy megszűnjön a keresztények üldözése, a családok hazatérhessenek városaikba, és felépíthessék lerombolt templomaikat. Szűz Mária, béke királynéja, könyörögj érettünk! Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok, mondja az Úr. Könyörögjünk!
Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a templomunknak a felújításában. Igazából ez a felújítás még nem ért véget, folytatódik. Egy jelentős lépéshez érkeztünk most, hogy már itt vagyunk bent, hogy elkészült a villamos felújítás és a festés, de még további rengeteg munka vár ránk. Nagyon köszönöm mindenkinek támogatását, segítségét, különösen is a városnak és a püspökségnek, valamint azoknak a híveknek, akik nem ritkán, akár óriási áldozatokat nem kímélve adtak adományokat. Zarándoklatot szerveznek többen is a városból, a Szent Margit templomból, Homokkomáromba, mi Pannonhalmára várjuk a jelentkezéseket. Szeretettel hívom mindazokat a felnőtteket, akik szeretnék fölismerni felelősségüket az egyházban, szeretnének egyre több ismerettel és egyre több szolgálattal szolgálni. Az ő számukra is van a katekumenátus, ahol segítünk azoknak is, akik szeretnék felnőttként fölvenni a keresztség vagy bérmálás szentségét. Most csütörtökön este 6 órakor a Donneri plébánián tartjuk majd ezt az alkalmat, a következőt. Kaposszerdahelyi plébánián lévő bibliakör is szeretettel hív mindenkit. Szeptember 19-én pénteken 6:30 lesz a kaposszerdahelyi plébánián a következő alkalom. Az ifjúsági csoportba hívom azokat, akik már elmúltak 14 esztendősek, de még 25-öt nem töltötték be. Ez most szombaton este 6 órakor lesz majd szeptember 20-án. Ugyancsak szeptember 20-án szombaton lesz a templomok éjszakája, ilyenkor a városnak a különböző templomaiban programokat szerveznek, mi is bekapcsolódunk ehhez. Este 6 órától 9 óráig nyitva lesz a templomunk szombaton este, szentségimádás is lesz, imádkozni, betérni egy kis csendességre, talán ezt a meghívást tolmácsolhatjuk testvéreinknek. A plébániai hittanórákra is lehet még jelentkezni, erre is hívom a gyerekeket, valamint a szülőket, nagyszülőket, hogy irassuk be őket ide is. Megnyitott a kapu itt a megújult Szent Margit katolikus óvoda is, mely szeretettel vár még jelentkező kisgyermekeket, ajánlom a testvérek figyelmébe. A kis bábműsorunkban mai nap a Szent Kereszt felmagasztalásáról beszélt a kis bábfigura Riska és Csibe. Ugye ez reggel 9-kor van a katolikus krónikában, az M1-en, és a Dunavört csatornán hétfőnként délután 3 és 4 óra között van az ismétlése ennek, Engedjétek hozzám címmel, szeretettel ajánlom ezt is a testvérek figyelmébe. Héten még van lehetőség csütörtökön és pénteken este szentmisét mondatni templomunkban. Álljunk föl és fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, Istennek legyen hála. Thank you.
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a kaposvári Szent Kereszt templomból jelentkeztünk. Imádkoztunk mindazokért, akik nehéznek érzik keresztjük hordozását, hogy megtapasztalhassák, Isten velük van, akkor is, amikor nagyon fáj a szívük, hiszen Isten velünk szenved, és ezt a szenvedést dicsőségre akarja fordítani. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe erősítse meg minket Jézus Krisztus szeretetében, aki életét adta értünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.